filmből nem derül ki, hogy ki a, Balázs megkérdezi azt, hogy ki adta a parancsot arra, hogy visszaforduljanak ezek a járművek. Ezt tudniuk kell önöknek, hogy ezt a parancsot Göncz Árpád köztársasági elnök adta ki, úgy, mint a hadsereg főparancsnoka. Ennek az a problémája, hogy békeidőben a köztársasági elnök nem a hadsereg főparancsnoka. Tehát ilyen jogköre nincs. Tehát amikor Antal utal arra, hogy túllépted a hatáskörödet, az teljesen helytálló olyannyira, hogy később az Alkotmánybíróság meg is állapítja ezt, és ki is mondja, hogy a köztársasági elnök alkotmány sértett, és túllépte a hatáskörét ezzel. Az is helytálló egyébként a filmben, amikor Barna kijön a köztársasági elnöktől, és hát az az interjú egyébként valóban elhangzik részéről, hogy a rendőrség nem fog közbeavatkozni, és ha kell, akkor illetőleg, ha bármi ilyesmi, akkor ő lemond. De még egy érdekes momentuma van ennek a történetnek, hogy aznap éjszaka, tehát csütörtökről péntekre való éjszaka, hajnali 3-kor újságírók betelefonálnak a BRFK központba, megkérdezve azt, hogy hát alakul a blokkád, és a rendőrség nem akar ebbe beavatkozni? Hát azért mindenki számára tiszta az, hogy ez egy jogszerűtlen, ez egy jogellenes valami. Egy berkesi nevezetű rendőr ezredes a következőt mondja az újságíróknak az érdeklődésére: szigorú parancsot kaptunk, hogy a rendőrség nem avatkozhat közben. Nyilvánvaló, hogy ezt a parancsot akkor már péntek hajnalban Barna Sándor adta ki. Azok után, hogy mondom, nekem ő azt mondja, hogy nem kell ezzel foglalkozni, nem komoly dolog, reggelre úgyis hazamennek. Tehát röviden ennyit, egyébként folyamatosan ül a kormány, kibejárkálunk, tehát István is nagyon sokszor megjelenik, Kónya Imre nagyon sokszor megjelenik, kormánytagok mennek át a frakcióülésre, frakció is folyamatosan ülésezik a Fehérházban, tehát egy ilyen, nekem egyébként miniszterelnök úrról az első személyes, legalábbis az események kapcsán az első élményem, az valamikor péntek késő délelőtt van, amikor is már visszafordítja Göncz Árpád a parancsával a katonai járműveket, akkor engem Antal József fölhív a kórházból, tehát nem ő beszél a köztársasági elnökkel, hanem engem kér meg, hogy hív föl Árpádot, tájékoztasd, hogy mi az alkotmányjogi helyzet, és hogy túllépte alkotmányos hatáskörét, tehát ez a hálás szerep ez rám marad akkor, aminek az oka egyébként az, részben az, amit az István is mond, hogy azért péntek délelőttől meg nem volt teljesen, hát ezt nem mondanám, hogy magánál, de a hangja nagyon fura volt, arra emlékszem. Hát egy altatásos műtét után megsérülnek akaratlanul is a hangszálak, tehát valóban sokkal más, tehát furább volt a hangja. Valószínűleg ezért sem akart ő közvetlenül Göncsel beszélni, hanem engem kért meg erre. Álpi bácsi, hát hadd ne mondjam, hogy ő hogy vette tudomásul ezt a közlést, de minden esetre én a feladatot teljesítettem, és még egyszer hangsúlyozom, később az Alkotmánybíróság vissza is igazolta ezt az állításunkat, és meg is állapította ezt, hogy alkotmánysértés követett el a köztársasági elnök. Még egy dolog, hiszen ez is hozzátartozik, a felvezetőben benne volt. Azt tudniuk kell önöknek, hogy már délelőtt Horváth Balázs és Kodolányi Gyula bemegy a köztársasági elnökhöz, kérve őt arra, hogy mint a nemzet egységét őrző személy, pártok felett álló, stb. A államszervezet demokratikus működése felett őrködő, szólítsa fel a taxisokat erre a jogellenes akciónak az abbahagyására, nem vállalja. Péntek késő délután Boros Péter ötletére áthívjuk köztársasági elnök urat a kormányülésre. Megint nekem jut ez a hálás feladat, de Göncz Árpád tényleg átjön a kormányülésre, és elhangzik ez a kérés, akkor már zajlanak a tárgyalások a taxisokkal, és előre haladott tárgyalások zajlanak. Tehát ez is egy olyan indok, hogy miután már tárgyal a kormány a taxisokkal, ezért kérjük meg arra, hogy kérje meg a taxisokat, hogy oldják fel a blokkádot, hiszen megállapodás lesz nem sokára úgy is. Szó szerint a következő hangzik el ekkor Árpi bácsitól:
Csak nem képzelitek, hogy a köztársasági elnöki tekintélyemet ilyen piszticsári ügyre fogom felhasználni. Egyétek meg, amit kifőztetek. Elnök úr föláll és ott hagy bennünket. Teljes döbbenet van a kormány tagjain. Hát jó, hát nem vállalta el ezt az nyilatkozatot, nem baj, hát oké. Zajlik tovább a kormányülés, jönnek a hírek. Egyébként valóban már péntek este kicsit az a közhangulat kezdett megváltozni, főleg vidéken, és főleg olyan külföldi kamionosok részéről, akik romlandó árut szállítottak volna. És bizony jönnek a hírek, hogy van, ahol már át is törték a blokádot, sőt, valóban Szegednél volt már lövés is. Tehát érezni lehet, hogy a hangulat azért valószínű, hogy meg fog változni. Félő az, hogy egy polgárháborús hangulat is kialakulhat. Tehát ez azért hozzá tartozik. Így zajlik a kormányülés, amikor a miniszterelnök titkárság vezetője beszaladt, hogy gyerekek, most mondták be a rádióba, hogy a köztársasági elnök a tévében nyilatkozatot fog tenni. Berohanunk a miniszterelnöki szobába, bekapcsoljuk a tévét, nagyon örülünk, arra gondolunk, hogy hát a pár óra alatt a köztársasági elnök mégiscsak átgondolta, amit kértünk tőle, és fog majd tenni egy olyan nyilatkozatot felkérve, tehát annak megfelelően, ahogy a kérés elhangzott, hát a nyilatkozat nem egészen így hangzott el, hanem úgy, ahogy a filmben is. Aminek az a nehézsége és problematikája, hogy addigra valóban a tárgyalások eljutnak a megállapodás küszöbéig. Tehát gyakorlatilag ez a köztársasági elnöki késő esti nyilatkozat akadályozza meg azt, hogy péntek este véget érjen a blokád, és hogy valóban a megállapodás megszülessen. És még egy történet sajnálatos módon ehhez hozzátartozik, ez szintén Horváth Pál, a taxisok akkori vezetője nyilatkozta le, Klubrádióban visszahallgatható ez az egyórás interjú. Pénteken háromszor magához rendeli a köztársasági elnök a taxisokat. Egyszer nem kéri meg őket, hogy hagyják abba ezt a jogellenes demonstrációt, sőt, ő veszi rá a taxisokat arra, ezt maga Horváth Pál mondja, hogy gyerekek, ne ti tárgyaljatok a kormánnyal, ti vonjátok magatokat vissza, a pártok mögött álló szakszervezeteket toljátok magatok elé, ti csak súgjatok nekik hátulról. Tehát gyakorlatilag a taxis kormány tárgyalás Göncz Árpád sugallatára bővül ki egy ilyen háromoldalú tárgyalássá, és tart még aztán vasárnapig. Tehát ennyi azért hozzátartozik még a történethez. Ne haragudjanak, hogy ilyen hosszan elmondtam, de még egyszer mondom, én voltam ott jelen kormányüléseken és a parlamentben ezeknél az eseményeknél, és akkor én nagyjából itt el is hallgatom. Még nem, mert hogy a rendőrfőkapitány a film értelmében jelen van a kormányülésen. Ezt meg tudod erősíteni? Nem, hát ahogy Árpád is elmondta, ez nem dokumentumfilm, ez egy játékfilm, tehát ennek vannak fikciós részei. Én nagyon sajnálom, hogy például az a telefonbeszélgetés, amit én vele folytattam csütörtök éjszaka a taxis demonstrációnak kezdetén, az például nem került bele ebbe a filmbe. Szerintem ez egy fontos jelenet lett volna. Barna Sándor nincs ott, egyszer sem, én nem látom. Annyit kell még tudni, hogy pénteken egy honvéd tábornok veti föl azt, hogy alakítsunk egy operatív vezetést, ami az én irodámban aztán össze is ül. Állítom, hogy életemben én annyi pizsamás katonát még nem láttam, mint az én irodámban akkor azokból összeállt. Lényegében ez az operatív csapat gondoskodott arról, hogy Budapest élelmiszerellátása biztosítva volt a blokád időszakában. Tehát tényleg egy nagyon hatékony társaság volt. Nekem semmi közöm nem volt, én csak az irodát biztosítottam, és néha kormányülésről fölmentem, és néztem, hogy mi történik ott, és hogy csinálják ezt, de tényleg nagyon hatékonyan és ügyesen intézkedtek ebben. Még ehhez a témakörhöz tartozik, hogy többször láthatunk olyat a filmben, hogy Barna Sándor bemegy Göncz Árpádhoz, Göncz Árpádnál valaki tárgyal, nyilván ez azt sugallja, hogy ott egyeztet a SZDSZ-szel, a pártjával. Ahogy említetted, normál körülmények között ugye a köztársasági elnök egy pártok felett álló személy. Azt is lehet pontosan tudni a MDF-SZDSZ párközi megállapodásból, ami két hónappal ezelőtt volt itt éppen témánk,
hogy a paktum értelmében lesz Göncz Árpád, az SZDSZ politikusai közül Antal József neki, vagy őt javasolja, tehát hogyha az SZDSZ ezt elfogadja, akkor neki szól ez a köztársasági elnöki pozíció, senki másnak. Göncz a pártpolitikai kapcsolatrendszerét, vagy tagságát, arról tudunk-e, hogy ezt felfüggeszti-e, vagy ezzel mit tesz, miközben ő köztársasági elnök? Az alkotmány nem írja elő, hogy párton kívülinek kell lennie a köztársasági elnöknek, tehát ilyen kötelezettsége neki nincs. Egyértelmű, hogy ő szoros kapcsolatban marad a pártjával, személyes élményeim is vannak, amikor találkozom prominens SZDSZ-es vezetővel nála. Egy sztorit hadd meséljek el, és elnézést, de szerintem ezek hozzák igazából tapinthatóvá az egész történetet. Egy hivatalos irattal mentem hozzá, megbízatásból titkárnő leállított, és közölte, hogy elnézést, de elnök úrnál egy nagykövet úr van. Természetesen mondtam, hogy én megvárom. Leültem az előszobában, egyszer csak Tölgyesi Péter megjelent, és közölte, hogy ő Árpáddal szeretne beszélni, de a titkárnő ugyanúgy elé pattant, és mondta, hogy ne haragudjon Péter, de elnök úrnál nagykövet úr van. Eligazításom, közölte Tölgyesi, hogy engem ez nem érdekel, menjen be, mondja meg, hogy én vagyok itt, és küldje. Titkárnő bekullogott, abba a pillanatban kidobásra került a nagykövet, és Tölgyesi Péter már mehetett is be. Én, aki a hivatalos ügybe mentem, én meg még természetesen nyugodtan várhattam, de hát ez értelem szerint így volt rendjén. Visszatérve még azért a Barna Sándor történetre, illetőleg még a, mert szerintem ez is érdekes történet, hogy elnézést, hogy mindig Horváth Párra hivatkozom, ezért mondom, hogy mert ő a taxisokat képviselte, a taxisok vezetője volt. Ő elmondja ebben a klubrádiós interjúban, hogy például csütörtökön éjszaka a rendőrség egy rendőrségi járművet biztosít számukra, és lényegében vasárnapig egy rendőrségi szirénázó autó viszi őket média szerepléstől kezdve mindenhová. Tehát ez is mondjuk egy érdekes dolog. El tudják-e képzelni azt, hogy ma egy törvénytelen akciót szervező vezetőket a rendőrség lényegében vattába csomagolva szállítgatja egyik helyről a másikra. Időben ismételten ugrik egyet a film, 56-ban vagyunk, és a címer jelenetnél. Hogyan történt pontosan ez, mit lehet erről felidézni? Tehát az osztálynak hogyan számol be Antal az előző este a egyetemen történő beszélgetésről, vagy tüntetés kezdeményezésről? A történetnek ez a része teljesen hiteles, szinte szóval így történt. Nem volt módom a film forgatókönyvírójával konzultálni, de úgy hiszem, hogy hagytam kívül senki ezt a történetet, más nem írta le, tehát nyilván ennek alapján készült a filmnek ez a része is. A lényeg az, hogy 1956. október 23-án délelőtt az egyik osztálytársunk beszámolt arról, hogy mi történt előző délután a Műszaki Egyetemen, milyen követeléseket fogalmaztak meg, és ezek között szerepel a Kossuth címernek is a visszaállítása is. Erre ugye a 16 éves kamaszok gondoltak egy megrészetés nagyot, leakasztották a falról a kötelezően ott lévő úgynevezett Rákosi címert, csillag, buzdakosszorú fénynyalábok, ismerős ugye eztán még sokak számára, levettük a falról, megfordítottuk, és a hátulján a barna csomagoló papírra egy ügyeskező osztálytársunk az összeadott színes ceruzák segítségével felrajzolta a Kossuth címert. A szünet után történelem óra volt, Antal bejön és mondja, hogy mi minden történt, egyebek mellett a címert is megkívánja változtatni az ifjúság. Mi akkor a történet ennyiben nem pontos, a falra mutattunk, mert már ott föl volt akasztva a Kossuth címer, és erre nagyon büszkék voltunk, mint ahogy maradt is ez így. Annyit ám még hozzátennék, hogy Antal miniszterelnökként is sokszor említette ezt a jelenetet. Kérdezte tőletek, hogy akartok-e vele menni tüntetni?
jelezte, hogy tüntetés van, de hát ez a teátrális dolog, hogy egymás után jelentkeznek a fiúk, ez így nem történt meg. Ezzel együtt nagyon sokan voltunk ott a délutáni tüntetésen, végigjártuk a híves, emblematikus állomásokat a Bemszobortól a parlamentig és a parlamenttől a rádióig, ahol valóban hazaküldte a diákjait. Földrajzilag egy olyan 100 lépésre vagyunk attól a helytől, ahol te csatlakoztál. Hogyan történik ez 56-ban? Hogyan veszed észre, hogy hol van mondjuk az osztályod, és mi a történet? Hát köszönöm a kérdést, talán egy kicsit túl személyes. Úgy adódott, hogy éveken keresztül, és főként középiskolás koromban a szomszédházban, a Szemlővejsz utca 2-ben laktunk, amely a lakásnak az ablakai azok részben a Szemlővejsz utcára, részben a Kossuth-Lajos utcára néztek. Iskola után, ami úgy nagyjából, vagy az órák után 1:30-2 tájban fejeződőbe hazajöttem, és 3 óra körül az egyébként rendkívül jó idő miatt nyitott ablakokon keresztül hallatszik a tüntető tömeg moraja az ismert jelszavakkal, aki magyar velünk tart, minden ország katonája, menjen saját hazájába, Lengyelország utat mutat, kövessük a lengyel utat. Az ablakhoz rohantam, és láttam, hogy az előírásnak megfelelően számos az 5-ös gimnázium sapkáját is viselő osztálytársam és iskolatársam van ott együtt, és hát közöttük egy balonkabátos, jól frissült fiatalember, aki maga Antal József volt, és gyorsan szedtem én is magamra, amit kellett, lerohantam, és ettől kezdődően itt a Kossuth-Lajos utca és a Szemlővejsz utca sarkán csatlakoztam a tüntető menethez, majd az Asztóriánál balra fordultunk, és úgy mentünk tovább. Arról lehet-e tudni, hogy a rádió előtt hogyan értesültetek, hogy tudtatok információt szerezni, és kik voltak ott mondjuk legtovább? Igen, a rádióhoz érkeztünk, mert a parlamentnél megvártuk előbb, amíg a vörös csillagot elhagyják a parlament kupolájának tetején, a tömeg ezt újongva fogadta, majd elterjedt az a hír, hogy a rádióhoz kell menni, és hát ilyenkor a hírek vezérlik az embereket, természetesen gyalog a Vasilinszky úton, Múzeum körúton keresztül érkeztük a Bródy Sándor utcához, de már akkora volt a tömeg, hogy a Bródy Sándor utcai kapuhoz nem lehetett eljutni, hanem körülbelül a Múzeumkert sarkánál, pontosabban már a belső részénél, tehát a ma Pollak Mihály térnek nevezett és az Andrássy Egyetem által elfoglalt területen ott álltunk, oda zsúfolódott egy nagyobb tömeg, és láttuk, hogy valamilyen mozgás van, úgy 8:30-9 óra tájban, már sötét volt természetesen este a kapunál, mind később rekonstruálni lehetett az eseményeket, ugye az történt, hogy az ottani tömeg be akart hatolni a kapun, mert nem voltak hajlandóak a rádiókba beolvasni a követeléseket, ez volt a fő szempont, és ezt úgy oldották meg, hogy ott a tömegbe beszorult rádiós közvetítő kocsit tologatták előre-hátra egészen addig, amíg a tömeg nyomása az autót be nem szorította a kapun, és ekkor pattantak az első könnygáz gránátok. Annyit ugye tudok elmondani, hogy miután távol voltunk, és szerettük volna látni az eseményt, az én személyes élményem az, hogy egyik oldalon Antal József állt, másik oldalon egy osztálytársam, neve elmondható, Szikszai Sándor, később katolikus pap lett. Fölnyomtam magamat a két vállára, tehát Antal és Szikszai vállára, és így a tömegből kiemelkedve tudtam közvetíteni, hogy mi történik a rádió kapujánál. A filmben ezt követően egy másik tömegről lesz szó, ismételten a kórházteremben vagyunk, és elhangzik, hogy Lezsákék, Gyarmati Dezsőékkel azt tervezik, hogy egy ellentüntetést kellene, vagy a kormány melletti tüntetést kellene szervezni.